Köszönöm szépen. Én eleve egy lábjegyzettel készültem a kis dolgok tudományához. Ehhez az illusztráció, ez egy gyönyörű műremek. Ám aki a magyar fogpiszkáló tartók tárgy világán nőtt fel, és különböző étkező asztalokon látott már porcelán fogpiszkáló tartót, az az esztétikai élvezeten túl egyfajta diszkomfort érzetet is érezhet. Ez a fogpiszkáló tartó ugyanis formavilágát tekintve különbözik a Kárpát-medencét ellepő téglány, tehát a múzeumi leírás alapján téglány alakú szögletes formákból építkező fogpiszkáló tartóktól, amit egyébként egy Bécs melletti porcelángyárban állítottak elő tömegesen. Föltéve természetesen a fogpiszkáló tartó történet kutatójának a kérdést, hogy vajon a csehszlovák területeken gyártott hordócska-szerű, de ugyancsak horizontális fogpiszkáló tartók miért nem voltak képesek délfelé behatolni a magyar fogpiszkáló kultúra világába, és hogy egyébként a szintén szögletes elemekkel építkező délnémet porcelán fogpiszkáló gyártás miért nem tudott Magyarországon meggyökeresedni. Tehát ez az egyébként teljesen ovális, gömbölyű formákra és már-már eseresen kanyargó ívekre épülő forma, ez teljesen szokatlan Magyarországon, noha alapvető szerkezeti sajátosságai fölidézik az általunk jól ismert fogpiszkáló formát. Egyébként, ugye, ha közel ülnének, akkor látnák, hogy ezek gyönyörű virágformák, meg azt is lehetne tudni, ugye, hogy a porcelánra jellemzően asszonyok pingálják ezeket a mintákat. Tehát noha tömegtermelésről van szó, és Walter Benjamin forog a sírjában, noha tömegtermelésről van szó, nincs két egyforma, ugye, mert nem lehet kétszer egyformán ugyanazt lefesteni. Emiatt az, aki gyűjti ezeket a gyönyörű tárgyakat, ugyanebből az egyetlen fajtából vagy típusból is érdemes akárhányat begyűjtenie, mert köztük nincsen két egyforma. Na most, aki nem értené, hogy most ez itt miért történik, annak elmondom, hogy Hankis Elemér Befejezetlen ember című könyvében két oldalon keresztül gyönyörködik egy sótartónak a formája fölött, és ebből, tehát akit érdekel, nézze meg és keresse meg ezt a részt, ebből egészen elképesztő dimenziók és távlatok bomlanak ki pusztán a formából. Én most egy új utat fogok törni, mert ami nincs benne, arról beszélnék egy kicsit. Ugyanis nincs benne fogpiszkáló, nem hoztam, de a 19. század végén még nem is nagyon lehetett volna, mert ugye libatolból vágtak a fogpiszkálót az alsó középosztály és onnan lefelé használatára, míg ugye a felsőbb társadalmi csoportok fémből, ezüstből, alpakkából, aranyból készült egyedi, a borotva készletre emlékeztető personális fogpiszkálókkal oldották meg a maguk higiénés problémáit. Annak, hogy ma esztergált fa fogpiszkálókat használunk, elképesztően sok dimenziós kultúrtörténeti és művelődéstörténeti és gazdaságtörténeti okai vannak, és ezt az egészet azért mondom el, mert ettől a tártól odáig szeretnék eljutni, hogy itt és most megosztom azt a hipotézist a hallgatósággal, hogy Hankis Elemér egy renitens új historikus, és annak, hogy például hogyan keressük a fogpiszkálót innen, igenis jelentősége van az ő besorolása szempontjából. Egyetlen egy többszörösen bővített összetett mondatban, hogyha a 19. század végén egy Massachusetts-i gyáros a menedzser pályára készülő fia teljesen véletlenül nem Brazíliát választja célterületként ahhoz, hogy valamilyen izgalmas üzleti lehetőségbe fogjon, akkor lehet, hogy soha nem születik meg az a fajta esztergált fa tömegtermékre épülő fogpiszkáló kultúra, ugyanis Brazília volt a világ egyetlen országa, ahol az időtájt még az általunk ismertén viszonylag hosszabb és rózsafából készült fogpiszkálót használnak, az akkori brazil elitnek a tagjai.
amely a 14.-15. század portugál fogpiszkáló kultúráját menti át a tengeren túlra. Ebbe rohan bele véletlenül ez az amerikai fiatalember. Felismeri azt, hogy az ő apjának a forgácsoló gépein elképesztően költséghatékonyan lehet fogpiszkálót gyártani, és egy pillanat alatt elsöpri a régi fogpiszkálóipar tönkretéve libatenyésztők millióit szerte a világon. És most már csak békaugrással, és ez még mind semmi, mert itt a hátán ennek a fogpiszkáló tartónak azt látjuk, hogy van egy 6436-os szám. Ez a Lefton China terméke, lebenjen föl a fátyol, az Egyesült Államokban gyártották a II. Világháború után. De ez a bizonyos Lefton China, ez nem más, mint egy budapesti sportruházat kereskedő, aki a vészkorszak elől az Egyesült Államokba menekül. És ott a II. Világháború forgószelében rájön, hogy Japánban gyártatott a porcelán termékekkel be lehet törni az amerikai piacra. Elképesztő mennyiségű porcelán gyárt George Zoltán Lefton cége, és ebben a hatalmas nagy, mondjuk így szortimentben háromfajta ilyen gyönyörű fogpiszkáló tartó található, amelynek a formavilágában a közép-európai ságtól az egyébként a eddig nem említett francia fogpiszkáló tartó kultúrán át, az Egyesült Államoknak az Art Nouveau szellemétől megittasodott egészen különleges tárgya. Tehát, hogy ebben az egyetlen tárgyban egészen döbbenetes mennyiségű kulturális hibrid jelenik meg. És ami miatt, most Lefton életéről nem is beszélve, ami miatt ezt az egészet azt gondolom, hogy stílszerű volt elmondani vagy bemutatni, az ugye a hangkisos, sótartós motivumon túl az, hogy az az igény, hogy az illusztráció értékű tárgyak mögött valamilyen módon a tárgyaknak és az embereknek, az embereknek és a mentális objektumoknak, és a tárgyaknak a kereszt kapcsolataiból építsünk föl rekonstrukciós erőt, és akár nem csak kis dolgokat, hanem nagy dolgokat is megpróbáljunk az emberek vagy a cselekvő emberek helyett emberek, dolgok és eszmék funkcionális rendszerbe szerveződésével leírni. Ez egy kicsit az ezredforduló körül népszerűvé váló új historizmusnak az igénye, vagy irája, hogy reformkori szót használjak, és a Magyarországon is népszerű Greenblatt könyveit, hogyha valaki nézegeti, akkor pontosan ugyanezt az igényt látja meg benne, egy püspöksüveg történetét kísérjük végig, annak különböző alakváltozatain keresztül. Vagy olyan állítást teszünk, ugye, hogy egyetlen egy humanistának a kézirat felfedező tevékenysége, amivel ugye a De rerum naturát kiemeli, vagy megleli az ókorból, és ezzel átviszi. Ezzel az egyetlen egy filológusi aktussal a modernitást meg a reneszánszt teremti meg. Természetét tekintve ez a rekonstrukciós állítás vagy hipotézis egy kicsit olyan, mint amit én a fogpiszkáló tartóval kapcsolatban mondtam, és azzal fejezném be ezt az áttekintést, hogy azért renitens új historikus hang is, mert noha ő is az irodalom történetből indul, és kulturális antropológiába, történeti antropológiába szalad bele a bizonyos rekonstrukcióival, azért az a nagyon komoly rendszer elméleti háttér, ez még nem hangzott el, ugye, hogy ő komplex rendszereket vizsgál irodalomban is, társadalomban is, és másutt is. Tehát az ő rendszerelméleti beágyazása, az renitens új historikussá teszi, mindig mást és többet lát meg, mint az átlagos új historikus. És azzal búcsúzom, hogy az összefoglalva nem írtam bele még egy hipotézist, amit azóta rakosgattam össze, hogy a régészek ezt a hármas találkozást, tárgyaknak, dolgoknak, objektumoknak, eszméknek és embereknek a találkozását, az összegabajodás, az entanglement fogalmával írják le, és nagyon nagy rekonstrukciós erőt tulajdonítanak annak, hogyha képesek vagyunk ezeket az összegabajodásokat valamilyen módon megragadni, akkor egy csomó hiányzó láncszem a rekonstrukcióba előkerül, vagy megtaláltatik. És ennek a megfelelője Ted Nelson fogalmi újítása a 70-es évek közepéről. Ő megalkotta az intertwingularitás kifejezést, aminek valamilyen módon az lenne a lényege, hogy a kölcsönösen összekapcsolódó és egymásra ható dolgok azáltal, hogy
mint egy hálózaton keresztül mindenhonnan, mindenhova eljuthatunk, valami nagy átfogó egységet alkotnak, hogy azért nem intertwingle egyszerűen, hanem intertwingularitás, mert egy kicsit a szingularitásra, az egységes végső állapotra próbál utalni. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok társadalomtudományban, napjainkban végbe menő úgynevezett non-human fordulat, non-human turn, nek az egyik lehetséges megközelítése vagy magyarázata. Nagyon sok helyről lehet oda eljutni. Az új historikusok általában ennek a non-human fordulatnak a zászlóvivői, de Hanki Selemér itt is renitens volt, mert noha a tárgyak érdekelték, és képes volt egy egyszerű tárgyból a szabadság legátfogóbb dilemmáig is eljutni, vajon a gyűjtő szabad-e vagy sem, rabja-e, vagy felszabadul azzal, hogy örömet okoz magának. Ebből a non-human fordulatból ő még mindig ott maradt az embereknél, meg az eszméknél, a tárgyak annyira azért nem érdekelték. Köszönöm szépen!